Miközben Tarlós István főpolgármester kifordított zsebbel járul hetente a budapestiek elé, mutatva, hogy mennyire nincs pénze a fővárosnak, hiszen már alapszolgáltatásokat is csak akadozva tudunk néha-néha ellátni. Kiderült, hogy a BKV 500 millió forintnyi összeget hajthatna be az orosz metrókocsi gyártótól, csak éppen nem látjuk erre a szándékot. Meglepő módon az a BKV, amely 50 milliárd forintnyi adósságcsapdában vergődik, valamiért nem tartja fontosnak, hogy az elfuserált Putyin metrók után behajtsa azt az összeget, ami jogos kötbérként járna a számára. Én a mai napon felszólítottam a BKV vezérigazgatóját, köztük Bolla Tibor vezérigazgató urat, hogy 24 órán belül tájékoztasson arról, hogy a márciusi üzemkezdet óta hány óra, hány nap esett ki a új metrók üzemzavara miatt, hányszor vonták ki ezeket a kocsikat a forgalomból, hogy mekkora összeg az, amitre a BKV jogosan igényt formálna, és kértem továbbá tőle azt, hogy küldötte levelet, küldötte bármilyen hivatalos megkeresést, amelyben jelezte, hogy a BKV erre az összegre igényt formál. Bolla a vezérigazgató úr egyelőre nem reagált a kérésemre, innen is fel kellett szólítanom, hogy amennyiben az orosz érdekeket nézi továbbra is, és nem hajlandó ezt a jogosan járó üzemzavarokból és meghibásodásokból eredő félmilliárd forintot behajtani, én a jövő héten kénytelen leszek összehívni az általam vezetett Fővárosi Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságot, illetve ha az nem juttat megfelelő eredményre, nem jutunk dőlőre, hogy mit kell tenni, akkor kénytelenek leszünk az ügyészségen feljelentést tenni a BKV vezérigazgatósága ellen. Nyilván hűtlenkezelés és egyéb csatlakozó gazdasági bűncselekmények gyanúja miatt. Hogy hogy állt össze ez a 420 millió forint, amit itt konkrétan nevesítettek, ugye kiderült, hogy amennyiben a Putyin metrók nem járnak két napon át, akkor naponként és szerelvényeként 7,1 millió forintra tarthat igényt a BKV. Teljesen jogosan, mindösszesen egy hivatalos formalevelet kell ebben a témában elküldeni. Amennyiben viszont kiderült, hogy az ajtók kinemnyílása miatt 10 napon át mind a 6 szerelvényt bevonták, 10 napon keresztül, ez csak önmagában véve 420 millió forint. Én azt kértem a BKV vezérigazgatóját, hogy összesítse, hogy március óta, mióta üzemképesek elméletben ezek a metrók, hány nap esett ki, mennyi összeget lehet behajtani, mert gyaníthatóan, hogy ez az összeg, ez a 420 millió forint csak a jéghegy csúcsa, itt milliárdokról is szó lehet, hogyha ezeket rendszeresen összesíti a cég vezérigazgatósága. Nem szeretném ezt a témát összekeverni egy másik kötbérigénnyel, ami 800 millió forint, és arról szól, hogy nem csak hibásan szállították le ezeket a Putyin szerelvényeket, hanem még késve is. A késés miatt készül a BKV kiszámlázni egy újabb 800 millió forintos összeget, ez egy teljesen más tétel, de a kettőt összeadjuk, az már messze 1 milliárd forint fölötti. Könnyen lehet, hogy még több lesz az összeg, hiszen ma sem jár az új metró, ez az összeg percről percre, napról napra növekszik. Köszönöm a figyelmet!